már betemették a gödröt, amiben néhány napja hajtott bele egy autósofőrje, a rendőrségi helyszínelés nyomai viszont még most is jól láthatóak a betonon. Így nézett ki az autó a mély lyukba borulva, látszik, hogy teljesen betörött a szélvédője és az eleje is összetörött. Az utat egy föld alatti vízvezeték javítása miatt bontották meg a szakemberek. A férfi miután belehajtott a hasadékba, megijedt. Az autó rendszámát gyorsan leszerelt és elrohant a helyszínről. Kollégáim azonban rövid időn belül azonosították és előállították a jármű vezetőjét, akiről megállapítást nyert, hogy azon felül, hogy a jármű rendszámát leszerelte, ittas is volt a baleset bekövetkezésekor, valamint vezetői engedéllyel sem rendelkezett. Ezeket a fotókat is rendőrök készítették. A képen látható autó Gyönk és Udvari között csapódott egy fának. A benne ülők közül többen a sofőr is ittas volt. Egy buliból tartottak hazafelé, amikor az autó megcsúszott az úton. A járműben öten utaztak, akik közül egyik sem használta a biztonságjövet. Ketten ki is repültek a gépkocsiból. Egyikük súlyos sérüléseket, másikuk pedig súlyos egészségromlást szenvedett. A rendőrség azt kéri az utakat használóktól, hogyha alkoholt fogyasztottak, ne üljenek volán mögé, mert amellett, hogy ez alapesetben is szabálysértésnek számít, akár tragédiaként is végződhet a vezetés.